Sziasztok, Barbara vagyok, ez itt a Barbara Világa YouTube csatornám, és mai témám aktuálisan az allergia. Allergia biológikus, új medicinás szemmel. Az allergia, amit egy gyógyíthatatlan és életen átcipelendő betegségnek diagnosztizálnak, az tulajdonképpen csak egy értelmes, visszatérő biológiai válaszreakció a konfliktusunkra, amit elszenvedtünk egyszer valamikor, amikor ez elindult. Például egy parlagfőallergia vagy egy pollenallergia az úgy kezdődhet, hogy amikor virágzik az a bizonyos növény, vagy az a pollen a levegőbe kerül, akkor neked volt egy olyan konfliktusod, ami nem tetszik ez nekem, nem stimmel valami bűzlik, valami van a levegőben. Na most ez egy ornyálkahártya külön program, ami a konfliktus aktív szakaszban tünetmentes, és sorvad az ornyálkahártya. Amikor megoldod a problémát, akkor viszont ilyen taknyolós, ornyálkahártya megvastagodásos, orfolyós, tüsszentős, viszketős külön program megoldás utáni szakaszban ilyen tünetekkel elindul a gyógyulás tulajdonképpen, és hogyha ez kifut, akkor visszaáll az ornyálkahártya normális állapotába, és megszűnik ez a reakció. Hogyha ezt ugye úgy tapasztaljuk, és úgy éljük meg, hogy úgy diagnosztizálják, hogy hú, hát ez egy allergia, amit ugye meghibásodtál, csak úgy allergiás vagy, semmi magyarázatot az orvostudomány erre nem tud adni, ez már nem tudományos, én úgy gondolom. Igenis, van oka, igenis van rá magyarázat, ez a magyarázat rá, és lehet, hogy te ezt már gyerekkorod óta cipeled, mert gyerekkorod óta rögzült sinek vannak ehhez a konfliktushoz, és minden alkalommal, amikor ugye ezek a sineket tapasztalja a tudatalattid, akkor beindítja ezt a programot. Te már akkor nem tudod, hogy miért indul el, már nem volt aktuális konfliktus, de az akkori, annak idején rögzített sinek alapján újra és újra, mondjuk minden évben elindul ez a külön program. Ez tetőzik még ugye azzal, hogy azt mondják, hogy ez nem fog elmúlni, nem gyógyítható, nincs megértés neked, csak az a fajta idegesítő undorett, hogy úristen, allergiás vagyok, úristen, már megint jön a nyár, és már megint nem tudok majd csak zsebkendővel úton lenni, vagy folyik a szememből a könyv, vagy viszket az orrom, vagy állandóan tüsszögök, megnehezíti az életem, és ez maga egy konfliktust okoz. Tehát az allergia legtöbb esetben az allergiától való konfliktálódás, vagy az allergiával való ellenérzetünk miatt alakul ki, és mi magunknak okozzuk évről évre újra és újra. De jó hírem van, van megoldás. Te magad le tudod ezt állítani, hogyha ezt te átlátod, ennek a működési mechanizmusát fülön csíped, és azt mondod, hogy megszokás ide vagy oda, hogy minden évben ezt tapasztalom, most már tudom, hogy miért tapasztalom, lehet, hogy nem tudod azt, ami annak idején elsőre kiváltotta ezt az egészet, hogy mi volt az a konfliktus, de tudhatod, hogy amelyik idényben elindul, hogy azok a sinek, azok a körülmények, mik, amik ehhez rögzültek, és hogyha ezek előjönnek, akkor le tudod állítani, meg tudsz nyugodni, és lehet, hogy még egy-két alkalommal, egy-két napra vissza fogsz esni, de akkor meg tudod magadnak mondani, hát nehogy már megint elinduljon ez a külön program, nem zavartatom magam, megvárom, míg kifut a nátha, a taknyolás, ezt valahogy át kell vészen, anélkül, hogy visszaessünk, és ha ez sikerül, és tudatos maradsz, akkor nem fogod újra elindítani a külön programot, és nem leszel újra allergiás, sőt, soha többet nem leszel allergiás. Úgyhogy ezt ízlegessétek, tapasztalatból beszélek, kicsi korom óta, amióta az eszemet tudom, parlagfőallergiás voltam, nagyon-nagyon rossz nyaraim voltak gyerekként, kalcium pezsgő tablettát itattak meg, különböző olyan gyógyszereket adtak, amitől csak álmosabb voltam, de a tüneteim nem múltak el, és amikor megismerkedtem az új medicinával, biológikával, és rájöttem, és megértettem, hogy ez miért van, onnantól kezdve évről évre, rövidebb ideig, sokkal enyhébb tünetekkel jött ez elő, és számoltam szépen fel a sineket, hogy a körülmények, amik vannak, azok mik, fejtettem meg, és szüntettem meg így az allergiámat. Úgyhogy kívánom, hogy ti is, hogyha ilyen helyzetben vagytok, akkor nézzétek ezt át, gyertek rá, tegyétek le, és gyógyuljatok meg végleg. Gyógyuljatok ki ebből az allergiából.
Ezek lettek volna az allergia szezonra, illetve a pollen, virágpor és ilyen jellegű allergiára a rövid videó. Jövök majd még egy másik videóval is, ami az étellallergiáról fog szólni, mert ugye a mai világunkban ez is egy ilyen kérdőjeles dolog, hogy jaj, hát, hogy nem tudják, hogy egyszer csak mi lesz erre is, meg arra is, meg arra is, és na hát ennek is van oka. Ezt is majd ki fogom nektek fejteni. Addig is legyen csoda-csoda szép napotok, ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, vagy írjatok nekem e-mailt a barbaravilagokukat@gmail.com-ra. Várlak benneteket a következő videóval. Csoda-csoda szép napot! Puszi!